kedves nézőinket, október 8-a hétfő van. Friss hírekkel jelentkezünk itt a Bajai Televízióban. Egy rövid tartalomjegyzékkel kezdjük az adást. Főhajtás a hősök előtt. Az idén határon túlról érkezett fiatalok idézték fel a megtorlás borzalmait a városi ünnepségen. 170 év, 170 kilométer. Kaszárnya futás a hősök emlékére. Főszerepben a tánc. Idén már második alkalommal vehették birtokukba a parkettet a versenyzők a Bajai Kupán. Gyertyagyújtással és koszorúzással emlékeztek meg az 1848-49-es szabadságharc leveréséről és az Aradon kivégzett vértanúkról a hétvégén országszerte. Magyarország kormánya 2001-ben nyilvánította nemzeti gyásznappá október 6-át, ennek következtében minden évben fél árbocra eresztik a magyar zászlót, az oktatási intézményekben pedig ünnepi műsorral tisztelegnek a történelmi események előtt. Baján a városi műsort az idei évben határon túli diákok adták. A himnusszal kezdődött az idei október 6-ai városi ünnepség. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is az aradi vértanúk emlékműve előtt gyűltek össze a helyiek, hogy közösen tisztelegjenek a múlt eseményei és a 13 kivégzett honvéd tisztelőt. Az ünnepséget minden évben helyi általános és középiskolás diákok szervezik, idén azonban a Kárpát-medencei ifjúsági találkozóra ide látogató határon túli fiatalok állítottak össze egy rövid műsort. A diákok Nagyberegről, Erdőszentgyörgyről és Zomborból érkeztek a városba. Egy egyszerűbb, de mégis tartalmasabb műsort próbáltunk összeállítani, amely tartalmazott két verset, mindkettő Juhász Gyulától, valamint narrációkat. Hogyan tudtatok felkészülni, hogyan készültetek a megemlékezésre? Igazából nem volt túl sok időnk a felkészülésre. Mielőtt eljöttünk, azt megelőző napon egy este próbáltunk, kétszer talán, majd ma reggel kétszer még próbáltunk, egyet külön és egyet közösen három iskola. A haza hőseinek talán egyik legfontosabb üzenete a szabadság tisztelete, hogy azt az országot, amelyben élünk, amit valamennyien sajátunknak tekintünk, védjük és óvjuk meg. A tanulók műsorát követően Fercsák Róbert köszöntötte a megjelenteket. A polgármester beszédében hangsúlyozta, az aradi vértanúk az országért adták életüket, ezért fontos, hogy a mai társadalom méltó legyen a haza hőseihez. 1848 és 49-es szabadságharc hősei örök példát mutatnak a mai és a következő nemzedékeknek is. A rájuk való emlékezés, az ő áldozatkészségük, vértanúságuk mindenkinek példaértékű, minden magyar érzelmű embernek példaértékű kell, hogy legyen. A megemlékezés koszorúzással zárult, amely során helyi szervezetek helyeztek el egy-egy virágfüzért és díszalagot az emlékműnél. Október 15-én a magyar nyelv és irodalom és a magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik a 2018-2019-es tanév őszi érettségi időszaka, közölte az Oktatási Hivatal hétfőn az MTI-vel. A 2005-ben bevezetett kétszintű érettségi vizsgarendszer 29. vizsgaidőszakában 166 helyszínen 8018-an érettségiznek. A vizsgákat az erre kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, lebonyolításukban 135 érettségi vizsgabizottság működik közre. Az írásbeli vizsgákat október 15-e és október 29-e, az emelt szintű szóbeli vizsgákat november 8-a és 12-e, a középszintű szóbeliket pedig november 19-e és 23-a között tartják. A diákok várhatóan több mint 9600 vizsgát tesznek, mintegy 4100-at emelt, 5500-at pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban az idegen nyelven teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva középszintű érettségét 77, emelt szintűt pedig 41 tantárgyból tesznek. Az őszi érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára lehetett jelentkezni. A szintemelő, a javító és a rendes vizsgák aránya lesz a legnagyobb, ezt követik az ismétlő, kiegészítő és pótló vizsgák. 170 év, 170 kilométer. A Magyar Honvédség fennállásának kerek évfordulója alkalmából országos kaszárnyafutást hirdetett, amely során október 5-én és 6-án a honvédek és a sportbarátok közösen keresték fel az egykori laktanyákat és háborús emlékhelyeket. Az emlékfutással az elmúlt 170 év magyar katonahősei előtt tisztelegtek a szervezők.
A Bajai főtérre pénteken délután érkezett meg az a zászló, amely az emlékfutás szimbóluma lett. A Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének megemlékezéséhez a helyiek is csatlakoztak. A csapat közösen indult a Szentháromság térről egy 4 kilométeres futásra, a belvároson át egészen a Dunapartig. Nagy megtiszteltetés ennek a kisvárosnak az, hogy résztvevője lehet ennek az eseménynek, ahol a futók ezen a sajátos módon tisztelekhetnek a hősök előtt. A Tűr István emlékműnél Baja önkormányzata nevében Dancsa Bálint képviselő köszöntötte a sportbarátokat. Baján két laktanya is volt, a Szegedi, illetve a Vaskóti úton. Utóbbit Tűr Istvánról nevezték el, de mivel az épületek ma már nem katonai funkciót látnak el, így a vízparti emlékműnél tartották a megemlékezést a honvédek. A Tier Pistáról magyarosított Tűr Istvánra egy bajai vaskereskedő gyermeke volt, és hát nagyon komoly katonai sikereket ért el. Kezdte ugye egyszerű katonaként, majd ezredesként, és végül a legmagasabb pozíciókig jutott el, és szabadságharcosként kezdte az életét, de végén békeharcos lett, és a békéért, és ugye az ország vízhálózatáért nagyon sokat tett. A Magyar Honvédség megalakulását a Pákozdi csata napjához 1848. szeptember 29-éhez kötik. Az akkori győzelmet egy évvel később, október 6-án a szabadságharc véres megtorlása követte. Ez a 170 év nem csak az aradi vértanúkról szól, tehát ez a 170 éves megemlékezés, hanem az azóta eltelt időben az összes magyar katonahősről, hiszen nem csak ők vesztették életüket, hanem még rajtuk sok millióan vesztették életüket a két háborúba, meg hát ugye természetesen a szabadságharc ideje alatt is. Innen jött az ötlet, hogy akkor így ünnepeljük meg ezt. A pénteki bajai futáshoz a helyi általános iskolák sportolói is csatlakoztak. Én tavaly óta. És miért ezt a sportágat választottad? Szeretek futni. És te mióta futsz versenyszerűen vagy sportszerűen? Most kezdtem. A kaszárnyafutás zászlajára Baja városának szalagja is felkerült, majd a megemlékezést követően a honvédség képviselői koszorút helyeztek el Tűr István emléktáblájánál. Szombaton a megye északi részében futottak a honvédek, a záróünnepséget pedig Pákozdon tartották. Képi gondolatok a Zsoltárok könyvéből címmel nyílt kiállítása Bán Katalinnak a Bácskai Kultúrpalotában. A képekről a művész könyvek könyvéről alkotott gondolatai is visszaköszönnek, hogy hogyan, azt a híradónk végén tudhatják majd meg. Idén 22. alkalommal szervezték meg az Erdők hete rendezvény sorozatot. A Gemenci erdőbe több száz diák látogatott ki a múlt héten, ahol a szakemberek változatos erdőpedagógiai foglalkozásokkal várták őket. A gyerekek Tolna és Bács-Kiskun megyéből érkeztek a Pörbői Ökoturisztikai Központba. Vonatoztak, megnézték a kiállítást és túrákon vettek részt a szakvezető kíséretében a diákok. Az Erdők hetét hagyományosan október elején rendezik meg országszerte. A Gemencbe 5 iskola tanulói látogattak ki. A legérdekesebb szerintem a kisvonatozás és az állatnézegetés volt. Adtunk az állatoknak almát is. Nagyon sokféle növényt és állatot látunk egyaránt, és a szarvasok nagyon szépek, meg az őzek is. Mik az ártére jellemző fafajok, mi a teendő télvíz idején, hogy történik az erdőfelújítás, és miért találkozhatunk kerítéssel egy-egy területen? Sok más mellett ezekre a kérdésekre kaphattak választ a gyerekek. Például a mostani csoport az ártéri erdész munkáján vett részt, aminek a fő lényeg az, hogy megmutassuk, hogy itt, az itteni Gemenc ZRT-nél, itt az erdőgazdaságnál egy erdésznek mi is a munkája, és milyen különlegességek vannak abban, hogy a Duna itt van mellettünk, és ez hogyan befolyásolja a mi életünket, és ezt próbáljuk meg a gyerekek nyelvére lefordítani. Meglepetés is várta a Pörbölyre érkezőket. Nem egyedi eset, hogy elárvult állatokat gondoznak a cég munkatársai, ezúttal egy őzikét vettek pártfogásukba. Ő Böbe körülbelül egy hónapja került ide az erdőgazdasághoz, és azóta a felnőttek is a gyerekek kedvenc évé vált. A hatodikosokat az osztályfőnökük kísérte el a kirándulásra. Ez egy rendhagyó természetismeret óra nekik, és itt a gyerekek közvetlenül a természetben tudnak ugye találkozni azokkal a dolgokkal, amikkel a tanórán
találkoznak. A foglalkozásokon a diákok az erdő különleges növény- és állatvilágán kívül megismerkedhettek a bakancsos és kerékpáros túrázás szabályaival, valamint a gemenc és a méhészet kapcsolatával is. Az október 13-ai szombati munkanap változásokat hoz egyes közigazgatási szervek munkarendjében is. Az október 23-ai munkanap áthelyezés miatt változik a NAV Bács-Kiskun megyei irodáinak az ügyfélfogadási ideje. A NAV Bács-Kiskun megyei adó- és vámigazgatósága ügyfélszolgálati helyei az október 23-ai nemzeti ünneppel kapcsolatos munkarendváltozás miatt megváltozott ügyfélfogadási rend szerint fogadják az ügyfeleiket. Baján október 12-én pénteken 8 és 12 óra, valamint 12.30 és 18 óra között, október 13-án szombaton pedig 8 és 12 óra között lesz nyitva a Bezerédi utca 14 szám alatt található ügyfélszolgálat. Ezeken a napokon a bajai polgármesteri hivatalban is a megszokottól eltérő ügyfélfogadási idő szerint várják az ügyfeleket. 12-én pénteken 8 és 12 óra, valamint 13 és 15 óra között, szombaton pedig 8 és 12 óra között lesz ügyfélfogadás a hivatalban. Képi gondolatok a Zsoltárok könyvéből. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Bán Katalinnak a Bácskai Kultúrpalotában. A téma feldolgozására 2 évet szánt a fotóművész, és a műveket először 2016 őszén mutatta meg a nagy közönségnek. Amit a könyvek könyve jelent számára, azt mutatja meg a fotókon Bán Katalin a tárlaton, vagyis a művek róla is szólnak, mondta a festőművész. Több más mellett a szeretet, az elfogadás, a büntetés és a feloldozás gondolatai jelennek meg képi formában a kiállításon. A képek montástechnikával készültek. Ami az én sajátosságom talán, hogy az első képnél megjegyzem, hogy mi hol van. És akkor egy 3 percen belül kell tudni a következő képet ráfényképezni, illetve szinte rögtön. Akkor vagyok egy térbe, keresem a motivumot, a gondolatot, akkor így áll a szemem, mint most itt hirtelen, és akkor tudom, hogy ezt fogom összefényképezni. Bán Katalin édesapja festőművész volt, akitől észrevétlenül is sokat tanult. Bár a művészet sokáig kimaradt az életéből, a 2000-es évek elején visszatalált a fotózáshoz, mesélte magáról a fotós. A kiállítását Baján dr. Sramó András, a Duna Fotóklub Egyesület tagja nyitotta meg. A téma adott volt a Zsoltárok könyve, bár önmagában a zsoltári írás, a zsoltárok nyelvén való megszólalás is egy izgalmas momentum, és a kettő találkozása egy nagyon szép eseménysorozatot indíthat el mindenkiben, aki ezeknek a képeknek a tanulmányozásába belefog. A Zsoltárok könyve a nagy szembesülésekről szól. Hogyan tudjuk a tetteinket sorra venni és számot adni róla. Példaként szolgálhat mindenkinek, aki leltárt készít magáról és az Istennel való kapcsolatáról, tette hozzá dr. Sramó András. A kiállítás november 3-áig tekinthetik meg az érdeklődők a Bácskai Kultúrpalotában. Táncé volt a főszerep a hétvégén megrendezett Sundance kupán. Az MNAMK sportcsarnokai már második alkalommal biztosított helyszínt a kétnapos versenynek. Az előző évhez hasonlóan idén is az ország különböző pontjairól érkeztek versenyzők, akik ezúttal is standard és latin táncokban bizonyíthattak. Két nap erejéig táncteremmé változott az MNAMK sportcsarnoka. Október első hétvégén rendezték meg ugyanis a második Sundance kupát, amely során a társas tánc képviselői mérhették össze tudásukat. Pestalit Bianca azt mondta, az első év sikerét látva nem volt kérdés, hogy idén is meghirdetik-e a bajnokságot. Mivel ez országos bajnokság, ez D-országos bajnokság, minden D-kategóriás versenytáncost érint, aki szeretne tovább jutni magasabb kategóriába. Ha ez ma nem jön el, akkor az azt jelenti, hogy csak egy év múlva van lehetősége újra, hogy táncoljon, és azt gondolom, hogy ez így nagyon fontos mindenkinek. A párosok latin és standard táncokban bizonyíthattak a zsűri és a közönség előtt. Az indulók között akadtak kezdő táncosok, sokan azonban már rutinosan léptek a parketre. Frey Tíme a közel 7 éve táncol. Nagyon-nagyon megtetsző, nagyon-nagyon szép ruhák miatt. Először azt kérdezte fel a figyelmet, aztán persze, amint elkezdtem táncolni, nagyon-nagyon megszeret, és aztán elmesévé váltam a táncnak. A
Az előző évhez hasonlóan idén is az ország különböző pontjaiban neveztek be a versenyzők. Páncél Nóra Székesfehérvárról érkezett partnerével. Legfőképpen azért, hogy osztályt szeretnénk lépni, és ugye a szabályzatban benne van, hogy OB kötelező. Úgyhogy azért is meg minél több versenyt megragadunk, amire, hogy el tudjunk menni. Ezen a mai napon milyen számokon indultatok, vagy milyen számokon fogtok indulni? Még csak fogunk majd mindkettőből ifjúsági D kategóriában fogunk standardből és latinból is indulni. Reméljük, hogy utoljára is meg lesz a pont, és utána mehetünk följebb. A produkciókat szakmai zsűri értékelte, a legjobban teljesítő párosok pedig ezúttal is értékes nyereményekben részesültek. Híradónk végén egy rövid összefoglaló következik a fontosabb híreinkből. Főhajtás a hősök előtt. Az idén határon túlról érkezett fiatalok idézték fel a megtorlás borzalmait a városi ünnepségen. 170 év, 170 kilométer. Kaszárnya futás a hősök emlékére. Főszerepben a tánc. Idén már második alkalommal vehették birtokukba a parkettet a versenyzők a Bajai kupán. Kedves nézőink, hétfő esti híradónkat láthatták itt a Bajai Televízióban, friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk majd, akkor Füzesi Nóra várja önöket a képernyő elé. Mi még elmondjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk, és a Duna vízállásának adatait is elolvashatják. A műsorkészítő kollégák nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Kedden kevés gomoly felhő és sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. Az északkeleti-keleti szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.